Saját filmmel jelentkezik a Démonok között 2 rémületes új szereplője, az apáca, és a környezet, no meg a kor alapján minden adott is ahhoz, hogy egy jó kis gótikus horrorral a sikító frászt hozza ránk, no de mi romolhatott el? A kritikánkból kiderül. Miközben a stúdiók vértizzadva próbálnak saját filmes univerzumot építeni, mellyel a Marvel nyomába szegődhetnének, addig a Warner leányvállalata, a New Line Cinema szépen csendben felhúzott egy horror univerzumot, melynek egyik hajtása sem került többe néhány 10 millió dollárnál, ellenben csordában tódulnak rá a nézők. A Démonok között univerzum kulcsa és eredője a szelleműzésre szakosodott Warren házas pár privát gyűjteménye, melyben mindenféle elátkozott kegytárgy várja, hogy önálló filmet kapva a kedvére garázdálkodhasson. Itt raboskodik Annabelle, a megszállt parabola, és legszívesebben ide zárnák el Valakot, az apáca formát öltött démont is, amely a Démonok között második részében áldotta meg Lorraine-t egy, a férje haláláról szóló látomással, hogy aztán jól végig is hajkurásza őt a filmben. A Démonok között 2 utóforgatásai során megszületett horrornővér pedig olyan nagy riadalmat okozott a zsáner rajongói körében, hogy a bemutató után nem sokkal már jött is a bejelentés, miszerint önálló filmben borzolhatja tovább az idegeinket. Kár, hogy nem azáltal sikerült neki, hogy olyan rémületes lenne. 1952-ben járunk, egy román kolostorban egy apáca öngyilkosságot követel, mire a Vatikán kirendel a helyszíre egy ilyen ügyekbe jártas papot, valamint egy fiatal apáca növendéket, akiről viszont senki sem tudja, hogy miért őt találták meg ezzel az üggyel. Igazából mi nézők is csak ködös utalásokat kapunk erre, de annyi baj legyen. A helyszíne érve a páros azonnal levágja, hogy a helyen valami nem stimmel, illetve minden normális ember levágná, hogy a kolostorban tartózkodó apácák nagyon furcsák, a múltadból megjelenő mindenféle rémületes démonokról nem is beszélve, melyek nem restek akár élve is eltebetni téged, vagy a tükörképedet folytogatni, mielőtt az egész tükör a képedbe robbanna. Ennek ellenére jó 70 percnek el kell telnie ahhoz, hogy a hőseink végre kimerjék jelenteni azt, amit az átlagnézők már a fák közé rejtett reflektorokkal és ködgépekkel felpimpelt kolostort látva is azonnal összeraknak. Ez a hely szentségtelen. Nem más garázdálkodik itt, mint Valak, a tisztátalan, a kígyókherceg és még sok egyéb nem túl hízelgő jelző birtokosa, amely minden bizonnyal tapsikol örömében, mikor a páros képében friss hús érkezett a tanyájára. A Démonok között univerzum filmjei elsősorban nem a koherens történeteik miatt működtek, melyek alárendelt szerepet játszanak a vaskos atmoszférával és a kreatív eleganciával felépített parajelenetekkel szemben. Történetét az apáca is lazán kezeli, egy-két perces flashbackek formájában épít magának háttérországot, és a cselekménye is nagyjából abból áll, hogy hol a címszereplő kergeti a hőseinket, hol azok próbálják megállítani őt. Igen ám, de míg a Démonok között 2 olyan szimpatikus és érdekes karakterrel bírt, mint Ed és Lauren Warren, addig az új film atyájáról és novíciájáról alig derül ki valami. Ez főleg az utóbbi esetében idegesítő, hisz a film egyik jelenetében felvillantja azt, hogy ő miért is van itt, hogy aztán többet soha. Nehéz nem arra gondolni, hogy a Slendermanhez hasonlóan ezt a filmet is megnyírbálták, és a karakterrajzzal együtt sajnos az atmoszféra is ment a kukába. A film alig másfél órás játék ideje alatt szinte végignyargal cérnavékony cselekménye mentén, és még az ijesztgetések előkészítésére se szán elegendő időt. Jönnek azok szépen libasorban, és egyik kiszámíthatóbb, mint a másik. Számtalan alkalommal tűnik fel egy árnyék valamelyik szereplő háta mögött, hogy mire a kamerával együtt odaforduljon, az nyom nélkül eltűnjön. A menetrend szerint érkező jumpscare-ek is redundánsak, ha a kamera gyanúsan hosszan elidőzik egy sötét sarkon, akkor onnan tuti, hogy előugrik valami rémség. A kapkodásnak maga a címszereplő a legnagyobb áldozata, a film ugyan kitűnően van fényképezve, a setting is kiváló, de központi réme teljesen rendszertelenül tünedezik fel majd el benne, és minden egyes revelációját hatásvadász módon vezetik fel, pedig már egy ideje pontosan tudod, hogy néz ki. És azzal, hogy esetenként csak e-mailámmal rémizgeti a hősöket, máskor meg a levegőbe emelve folytogatja őket, mint valami apácának öltözött orkát, rendesen kinyírja saját örökségét. De így van ezzel maga a film is, amely minden tekintetben hiányérzettel bocsátja útjára nézőjét, kivéve azt, aki annak örül a legjobban, hogy milyen olcsón megúszott egy horrorfilmet. A Démonok között univerzum legparásabb réme szállította a sorozat legenerváltabb filmjét. No nem a tempó az, ami csiga lassú, hanem ahogy a cselekmény mentén végigrohanva elhanyagolódik a karakter, a történet és az atmoszféra. És a percről percre bazáribbnak ható filmben egy idő után már az ijesztgetések se nagyon működnek.